Előrelépés történt az orosz és Törökország közötti tárgyalások során. Moszkva szerint, bár a két ország egymással szemben álló feleket támogat az örmény-azeri konfliktusban, mindketten készek segíteni, hogy stabilizálódjon a helyzet. A török külügyminisztérium is megerősítette, hogy a két miniszter valóban tárgyalt, több részletet azonban nem közölt. Erdoğan elnök csütörtöki beszédében szilárdan támogatta Azerbajdzsánt. Az Egyesült Államok, Oroszország és Franciaország elnöke is tűzszünetet követelt a két ország között. Hegyi-Karabah fronton állán azonban továbbra is tartanak az összecsapások. Az Örményvédelmi Minisztérium arról számolt be, hogy erőik légvédelmi rakétákkal lelőttek egy drónt a főváros Jereván közelében. Az ablakok és a falak is betörtek a bombázások során a közeli azerbajdzsáni városokban. Legalább egy civil áldozatról tudni az Azeri Védelmi Minisztérium információi szerint. A minisztérium csütörtökön olyan felvételeket is nyilvánosságra hozott, amelyeken az látszik, hogy az azeri erők lerombolják az örmény hadállásokat. Az örmény erők kiégett harckocsikat, katonai járműveket és lőszereket hagytak hátra. A bombázások vasárnap kezdődtek, a terület vita azonban évtizedek óta tart a Hegyi-Karabah régióban. A térség a nemzetközi jog alapján Azerbajdzsánhoz tartozik, de a 90-es évek eleje óta egy örmény szakadár köztársaság uralja.